Zsúfolásig megtelt szombaton a nyíregyházi Incédi középiskola nagyterme 170 sakkozó ült asztalhoz a Mikulás kupán. A legkisebbeket, az óvodásokat öten képviselték, a legnépesebb mezőny a 9-10 éves korcsoportban volt, ott 56-an indultak. Mint a verseny szervezője elmondta, az indulók számát tekintve országos szinten is jelentős tornának számít a Mikulás kupa. Ez ugye a régió legnagyobb gyerekrendezvénye, azt kell tudni róla, és egyben a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei korcsoportos rapid sakkbajnokság is, tehát itt aki ugye a megyebeli játékos, megyében élő tanuló játékos, és megnyeri a nagy versenyt, az díjhalmozása mehet haza, két kupát visz haza, két érmet visz haza, és minden gyerek egy kis szervezők által egy kis ajándék csomaggal térhet haza. A versenyen ott volt a Magyar Sakkszövetség főtitkára is, aki a megyeszékhelyen ismerkedett meg a sportággal. Én még a mai napig a nyíregyházi sakkiskola esenek az igazolt versenyző vagyok, tehát attól függetlenül, hogy a Sakkszövetség főtitkári posztját ellátom, azért még a játékosként még maradtam Nyíregyházan, de emellett az országos viszonylatban is ez egy nagyon, nagyon jelentős esemény a magyar utánpótlásnak, és hát nyilván ezzel, mint szervező azért ezért nagyon, nagyon jó érzés ezt a versenyt rendezni és látni, hogy ennyi gyerek sakkozik. Az óvodások között a nyíregyházi Gutyán Róbert, a 8 éveseknél a miskolci Szabó Ákos, a 10 éveseknél a debreceni Tarand Dávid végzett az első helyen. A 12 éves korosztályban a nyíregyházi sakkiskola színeiben induló Blahota Marcell, a 14 éveseknél a Tiszavasváriból érkező Wagner Gergő, a 18 éveseknél pedig a nyíregyházi Piremonesét képviselő Tumó Bence szerezte meg az aranyérmet. Ebben az évben még két jelentős verseny vár a sakkozókra, a megyei, egyéni, rapid és villámbajnokság. Ülnek asztalhoz a versenyzők.